Az Egy óra belőlünk című program az egész tanévet végig kíséri komoly zenei koncertjeivel. A mostani a nevelési év nyitó rendezvénye volt, amelyet a Zenevilágnapja alkalmából szerveztek. Naszladi Judit énekzenetanár Karnagy elmondta, komoly felkészülés előzi meg a fellépéseket, amely egyúttal jó alkalom arra is, hogy a fiatalok közönség előtt is megmérettessenek. Hangszeres diákokat kértem, együttműködő partnerünk a Liszt Ferenc Zeneiskola művésztanárai, kiválasztottuk a tavasz folyamán azokat, akik képesek arra, hogy közönség előtt játszanak, szórakoztassák a fiatalokat, és a gimnázium újonnan alakult vegyeskara, amiben tanárok is vannak, énekelnek, bemutatják az előző tanévben a versenyeken elért versenyeken, arany minősítéssel szerzett műsorukat, citera kísérettel. Ez a zeneiskolai tanároknak is jó, hiszen ők versenyekre készítenek föl, de a diákoknak is, és nagyon sok kollégám, aki megtisztel bennünket, ilyenkor látja meg, hogy azok a diákok, akiket naponta tanítanak, azok ilyen területeken is mit tudnak, és rácsodálkoznak a tehetségükre. A műsorban fellépett az iskola klarinét együttese is. Én készítettem föl a klarinét kvartettet, ők mindannyian a Garai Gimnázium tanulói. Gyakorlatilag direkt azért alakítottuk ezt a kvartettet, hogyha bármilyen iskolai rendezvény van itt a Garai Gimnáziumon belül, akkor bármikor készen létben legyenek a gyerekek, és legyen műsorunk készen. Egyébként a fúvózenekarban is játszanak a gyerekek, már 4 éve hozzám járnak, hál' Istennek a zeneiskolába. Igaz, már régebb óta még az előző kollégától vettem át őket. Tulajdonképpen minden hónapban szokott lenni az Egy óra belőlünk, és általában a kvartett mindig részt vesz. Tavaly debütáltak először ugyanezen a szeptemberi koncerten, csak egy másik dátum volt nyilván, de egyébként szívvel lélekkel csináljuk, és igyekszünk minél többször megjelenni a városi életben is, hiszen tavaly voltunk egy bajai versenyen, ahol aranyminősítést kapott ugyanez a kvartett, úgyhogy igyekszünk mindenkinek örömet szerezni ezzel. Naszladi Judit nem csak a Zenevilágnapján fogja össze a muzsikáló garaisok közösségét, hanem egész tanévben szívügyének tekinti a gyerekek zenei nevelését. Úgy gondoltam, hogy a Tolnai megyeszékhely nem lehet olyan megyeszékhely, ahol nem énekelnek a középiskolások, nem énekelnek a fiatalok. Rendszeresen járunk az operába, jövő héten 54 fővel utazunk Pestre, megnézzük az Magyar Állami Operaházban Verdi Nabucco történelmi operáját, opera nagykövetet várunk, tehetségnapokon és a Magyar Kultúra Napja alkalmából opera karant előadásra megyünk, és Tolna vármegyeiként egyedüli középiskolai énektanárként abban a szerencsés megtiszteltetésben van részem, hogy 2 hét múlva mehetek a gyerekekkel a Kodály Gimnáziumba, a Kodály Népdalmaratorra.